itt lentiben, a Művelődési Központban a Honismereti Egyesület a világháború kirobbanásának centenáriumához közeledve tartja rendezvényét ennek tiszteletére itt a Művelődési Központban. 100 évvel ezelőtt, mint közismert, 1914. június 28-án Szarajevóban meggyilkolták Ferenc Ferdinánd és feleségét, az osztrák-magyar monarchia trónörökösét, és ez a sikeres merénylet tulajdonképpen a történelemben egy olyan tényt állított elő, amely kapcsán más ilyen eseménnyel nem találkozhatunk, hiszen a politikai gyilkosságok történetében egyedülállónak mondható. Ez indította el azt a világégést, amit a 20. századi történelem őskatasztrófaként, illetve mostanság nagyháborúként emleget. Ennek a tiszteletére tartjuk ma a történelmi szakmai konferenciát. Miből áll a konferencia programja? A konferenciára professzor dr. Habil Szakály Sándor, a Veritas Történettudományi Intézet főigazgatója vezeti be az osztrák-magyar monarchia, illetve a nagy háború eseményeit, majd Kis Gábor igazgató fog beszélni a zalai honvédek első világháborúban való szereplésükről, illetve hősiességükről, majd Göncz László a világháború utolsó éveit, illetve az ezt lezáró békeszerződésekről fog beszélni. Három fontos évforduló van ebben az évben, ami Lenti várost érinti. Az egyik az, hogy Lenti városa 35 éves, és ez a rendezvény több másikkal együtt nagyon fontos szerepet tölt be az évfordulós rendezvények sorában. Ne felejtsük el, hogy 10 éve lettünk az Európai Unió teljes jogú tagjai, és azt hiszem, hogy ennek azért, ha távolról is, de vannak összefüggései az első világháborúhoz és az azt követő eseményekhez, egyaránt itt Trianonra gondolok elsősorban, és természetesen a harmadik, hogy 100 éve tört ki az első világháború. Professzor úr, melyek a legfőbb tanulságai ennek a vészterhes korszaknak napjainkra nézvést? Én azt gondolom, hogy egy több mint 100 esztendővel ezelőtti eseménysort ugye egyrészt már lehet értékelni, illetve kell is értékelni. A másik pedig azt hiszem, hogyha röviden akarnánk összefoglalni, az, hogy nem biztos, hogy a konfliktusokat minden esetben fegyverrel és háborúval lehet vagy kell rendezni, hiszen kiderül, hogy a háborúk többsége újabb háborúkat szülhet, vagy újabb háborúkat készíthet elő. Hiszen gondoljunk bele az első világháború hatalmas vérvesztesség Európában és Európán kívül is, hiszen nem csak Európában zajlanak a harcok, és ezért is mondjuk azt, hogy világháború, illetve egykoron csak nagy háborúnak nevezték meg, akkor még nem lehetett tudni, hogy lesz egy második. És ezt az első világháborút egy olyan békeszerződés, egy olyan békerendszer zárta le, amely megítélésem szerint magába hordozta egy újabb világégésnek a lehetőségét, hiszen a legyőzött nemzedeket nem csak legyőzték, hanem általában megalázták, kisemmizték, és ezek készültek a revansra, a visszavágásra. Én azt gondolom, ezen kellene elgondolkodnunk napjainkban akkor, amikor számos konfliktus helyzet van, vagy számos konfliktusos területe van a világnak, ahol lehet, hogy a közös gondolkodás, a kölcsönös kompromisszumok, vagy a kompromisszumos, a kölcsönös engedmények, és a másik félnek az érvelésének az elfogadása talán segíthetne. Én azt gondolom, hogy a történelemben mindig a múlt azért fontos és lényeges, hogy abból tudjunk a jelenre és a jövőre következtetéseket levonni. Nem biztos, hogy célszerű vagy érdemes megismételni azokat a történéseket, amelyek bekövetkeztek, és kiderült, hogy az emberiség számára nem a legszebb és a legjobb dolgot hozták. Hogyan összegezhető az a folyamat, amely végül is nemzeti tragédiánkhoz vezetett? Hát az első világháború önmagában véve én úgy gondolom, hogy minden egyéb probléma és gond mellett, ami kirobbanásakor és azt megelőzően felvetődött, a korabeli hatalmi politika csődje is olyan értelemben, hogy a legfelelősségteljesebb európai politikusok mind a francia király, az angol uralkodó, habár ő mondjuk még leginkább kivételnek tekinthető, az orosz cár, a két császár gyakorlatilag nem látta át annak dimenzióját, hogy mibe torkolhat. Ezt manapság talán még inkább fontos hangsúlyozni, amikor úgy szintén Európában, vagy legalábbis a közeli térségben válsággócok vannak, tehát hogy rendkívül fontos egy ilyen
konfliktus, mint például ma az ukrajnai válság, sokkal szélesebb, tágabb kezelése, mint csupán szűkebb regionális szempontból, vagy pedig, ha úgy tetszik, egy-egy hatalmi opció pozíciójából vizsgálni ezt a kérdést. Alapvetően a későbbi nemzeti tragédiát, a magyar nemzeti tragédiát magában hordozta a háború kirobbanása. Nem kell itt túlságosan sokat filozofálni ahhoz, hogy többé-kevésbé egyet lehessen érteni Tisza István, tehát korabeli miniszterelnökkel, aki éppen azért óckodott az utolsó pillanatig, és próbálta meg elhárítani a háborúba való belépést, mert többé-kevésbé mind a korabeli Magyarországot jól ismerő politikus pontosan látta azokat a veszélyeket, amelyek később úgymond nemzeti tragédiához vezettek, mert hát ugye nemzeti tragédia mindenképpen jogos megfogalmazás akkor, amikor egy országnak a kétharmadát elcsatolják, és főképpen akkor, amikor a nemzetnek, mármint a magyar nemzetnek is legalább egyharmadát határon kívülre sodorja a háború utáni események, mondjuk azt, megnyilvánulása. Százesztendővel később persze ma nem úgy vetődik fel ez a kérdés, hogy visszacsatolás vagy nem visszacsatolás, ez ilyen opcióként meg sem fogalmazódik, és nem is reális. Csupán történészként lehet ezt ilyen szempontból úgymond boncolgatni. A lényeg az, hogy miként lehet a kulturális nyelvi értékeink nemzetek feletti egyesítése keretében olyan körülményeket kialakítani, létrehozni, amelyek szinte most már ugye formális határok nélküli világban a magyar értéknek is kellő súlyt biztosítanak ebben a térségben. És amint közismert, a viszonylag jónak mondható szlovén kisebbségvédelem ellenére, ami nyilvánvalóan európai szintű formálisan, a gyakorlati életben még mindig számos kivetnivaló és probléma akad, amelyet sokkal őszintebben, sokkal gyakorlatiasabban és a másik és a másság magasabb szintű tiszteletben tartásával lehet csak kezelni. Tehát mindez megfogalmazódik az első világháborút értékelve, boncolgatva, és én úgy gondolom, hogy számos aktualitása van éppen így a centenárium időszakában, hogy ezzel a kérdéssel mélyrehatóan foglalkozzunk.